Erre, amelyik mély péntekig rájött, az leputyott. Pénteken este kapott egy esőt, és szombaton este, amikor jöttem haza, akkor vettem észre az úton, hogy tele van hullával. Tehát aki idejött, az mind lepusztult. Helyi méhész értesített minket, hogy a napraforgó táblán pusztulnak a méhei. Szombat este kaptam a telefont, vasárnap reggel le is mentünk a helyszínre. Napraforgó táblában mindenhol haldokló pusztuló méheket, illetve egyéb más rovarokat láttunk. Itt nem is arról van szó, hogy mekkora kár, ez, ami most jelenleg felmérhetetlen, inkább arról van szó, hogy mi ennek az oka. Kezemben a velencei növényvédőszer analitikai labornak a vizsgálati jegyzőkönyve. A Greenpeace a somogytúri eset kapcsán egy vizsgálatot kezdeményezett. A laboratórium azt állapította meg, hogy egy tiametoxam nevű rovarölőszer jelenléte 1,5 ppb szinten igazolható a napraforgó virágzatában. Abban a napraforgóban, ahol a méhek elpusztultak Somogytúron. Azt gondoljuk, hogy a kettőnek erős köze lehet egymáshoz. Azért nagyon fontos nekünk ez a vizsgálati eredmény, mert ez a rovarölőszer egyike azoknak a szereknek, amit tavasszal betiltott az Európai Unió, december 1-től 2 évig nem használható. Viszont van néhány tagállam, köztük Magyarország, aki mindent megtesz azért, hogy ezeket a szereket forgalomba tudja tartani, lehessen használni. Szerintünk ez nem helyes, a méhekre, méhészekre jelentős veszélyforrás. Éjszakád azzal telik, hogy forgolódsz az ágyba, hogy holnap mire megyek ki.